Bécs város híradója. Június 16-án kedden Önök a Pécs TV híradóját látják. Jó estét kívánok! Röviden néhány hír és esemény városunk életéből, a Pécs ma esti témáiból. Tábor az egészség jegyében. Füsttel vizsgálják a csatornákat. A kamera rögzítette a betörőket. Június 16-a van. 40 évvel ezelőtt ezen a napon végezték ki Nagy Imrét és társait. Az 1956-os forradalom és szabadságharc vértanúi kivégzésének, valamint a szovjet csapatok 1991-es kivonulásának emlékére a mai nap a Független Magyarország napja. Az 56-os szövetség, a Történelmi Igazságtétel Bizottság, a Politikai Foglyok Szövetsége, a Recski Szövetség, az 56-os Diákparlament Pécs, az 56-os Magyarok Világszövetsége megyei szervezetei Nagy Imre miniszterelnök születésének, kivégzésének, illetve újratemetésének évfordulója alkalmából koszorúzást tartottak ma délután az 1956-os emlékműnél Pécset a 48-as téren. Fagylaltot kóstoló, fogmosás szemléltető gyerekektől volt hangos ma délelőtt az ANTS egészségvédelmi osztálya. A játéknak tűnő ám komoly tananyagot tartalmazó programok célja az, hogy a gyerekek számára természetes legyen az egészséges életmód, és erre neveljék társaikat is. A mai délelőttön forgószínpadszerű bontásban szakmai kérdésekkel foglalkoztak a gyerekek, így a személyi higiénével, a helyes táplálkozással, a dohányzás prevencióval, az alkohollal és a drogokkal. Volt az egészségről szó, a drogról, az étről, a táplálkozásról, a tisztálkodásról. Nagyon jó volt ez a program. Igaz, hogy csak 3 napig tart, de hát nagyon jó. Az egészségnapot 2 évvel ezelőtt rendezték meg először. A háttérben az az elgondolás állt, mely szerint a 10-12 éves gyerekek sokkal inkább adnak saját kortársaik, barátaik szavára, mint a szakemberekére, nevelőkére. Megpróbáljuk egy egyel fiatalabb korosztályra kiterjeszteni ezt a kortárs oktatást. Ennek érdekében hívtunk be gyerekeket, ahol egy ilyen 3 napos képzés keretében alapvető ismereteket kapnak, nem csak szakmai ismereteket, hanem igyekszünk valamilyen mértékű személyiségformálást is adni, és nagy hangsúllyal adunk át neki kommunikációs ismereteket. Nagyon nyitott talpra is a gyerekek, és az ő alapvető szemléletükben már meggyökerezett az, ami sok felnőttből sajnos hiányzik, hogy az egészség érték. A cél az, hogy ezek a kiképzett gyerekek formálják és hatást gyakoroljanak környezetükre, esetleg akár szüleikre is, és később maguk is kortárs oktatóvá váljanak. Június végén új, Magyarországon először felhasználásra kerülő füstfejlesztő géppel kezdi meg a város csatornahálózatának átvizsgálását a pécsi Vízmű RT. A vállalat szakemberei a szennyvíz és csapadék csatorna rendszerek állapotának felmérésére, az illegális rákötések felderítésére használják a készüléket. Pécset 2 külön csatornahálózat biztosítja a szennyvíz és a csapadékvíz elvezetését. Azonban sok helyütt tapasztalható, hogy a szennyvíz csatornákba nem megengedett módon a csapadékvizet is belevezetik. A Pécsi Vízmű RT azért szeretné alkalmazni ezt a készüléket, mert nagyon sok az illegális csapadék rákötés a szennyvíz csatornára. Mivel a városban elválasztó rendszer működik, tehát külön a szennyvíz és külön a csapadék csatorna, ez nagyban leterheli a szennyvíztelepet is, és a csővezetéket is, jelentős károkat okozva a lakosságnak és a vízműnek is. A berendezést lehelyezzük a gerincvezetéken az aknába, a képezett füst pedig megjelenik a tető csatornákból és az olyan helyeken, amik rá vannak kötve illegálisan a vezetékünkre. A készülék 1 liter alapanyagból, mely az emberre nem veszélyes, 60 ezer köbméter füstöt állít elő, mely jelentős területek mérését teszi lehetővé. A Vízmű RT az elkövetkezendő hetekben Kovácstelep, Magyarürög, Pécsújhegy utcáiban kezdi meg a felderítő vizsgálatot. A szabadidő hasznos eltöltéséül egyre többen választják a zöldség- és gyümölcstermesztést, a dísznövénykertészkedést. A Kertészeti Népfőiskola Baranyai tagozata az elmúlt évek során ezt a tevékenységet segítette szaktanácsadással és gyakorlati oktatással. A mai zárófoglalkozáson elhangzott, bár a Népfőiskola csak 1989-ben indult, ez a munka jó 30 éves múltra tekint vissza. Pécs hagyományai, a szőlő- és borkultúra jelenléte
mindig is igényelte a különböző kertészettel, borászattal foglalkozó egyesületek, klubok meglétét, a szaktanácsadás szervezett formában történő megjelenését. A nagy népszerűségnek örvendő előadások szerte a megyében új elemmel bővültek. A zöldség és gyümölcs termesztés mellett a dísznövénykertészet és a gombatermesztés iránt is megnőtt az érdeklődés. Nagyon sok termelő kapott, visszakapott, vagy újonnan szerzett földet, kis kertecskét. De nem ért a kertészkedéshez. Nem tudja, mit, mikor, mivel kell permetezni. Nem tudja a gyümölcsfa korona alakító metszését elvégezni. Mi ezt szeretnénk a jövőben elősegíteni, hogy mindenki saját maga, ha már piacra nem is akar termelni, de legalább a saját szükségletére friss zöldséget, gyümölcsöt tudjon előállítani. Az úgynevezett Szopiáne tömb körülbelül 20 ezer négyzetméteres terület a belváros szélén. A régi romos csarnok mellett ma már két új üzletház is épült, ám a telek nagy része még mindig kihasználatlan, pedig a rendezési terv már 1996-ban rendelkezett hasznosításáról. A városközpont bővítés fontos területe a Cinderi utca, Bajcs-Zsilinszky út, Nagy Lajos Király út és az Alsómalom út által határolt terület. 1996-ban fogadta el az önkormányzat azt a részletes rendezési tervmódosítást, mely ma is hatályban van. Fontos főforgalmi utak környezetébe vagyunk, és hát védendő funkciók, például lakások telepítése, olyan oktatási, meg egyéb intézmények, amik a megfelelő környezetet, csendet kívánják, ide nem jöhetnek. Hát, de alapvetően kereskedelem, ellátás, szolgáltatás, parkolás funkciókba lehetne ezeket meghatározni. A leendő parkolóház 450 férőhelyes lenne. A terület többségi tulajdonosa a Városi Vagyonkezelő Intézet. Ezen a területen 5 építési telket fogunk kialakítani a közeljövőben, illetve egy önálló helyrajzi számra kerül a volt Szopiáné nagycsarnok. A csarnok átépítésével a leendő beruházó hosszú távú bérleti jogot szerezhet. Elkészült már a tömb közmű terve is. Megvalósítása idei árakon 78 millió forintot igényel. 5 telek kialakítása esetén természetesen ez a költség az új tulajdonosok között oszlana meg. A munkák a jövő év elején talán már megkezdődhetnek. Az uránvárosi rendőrőrs 2 ügy felgöngyölítésében kéri a lakosság segítségét. Amennyiben felismerik a felvételeken látható személyeket, jelentkezzenek az őrsön, vagy hívják a 252-014-es telefonszámot. Az uránvárosi rendőrőrsön több lakásbetörés ügyében folytatnak nyomozást. Azok a felvételek, amit most látnak, ipari kamerával készültek, melyet az egyik több lakásos társasház lakóközössége helyezett el a lépcsőház megfigyelésére. Ipari kamerával rögzítésre került az elkövető, amit onnan tudtunk megállapítani, hogy a lakók, valamint a sértett, ki tudta szűrni, hogy nem a lépcsőházba tartozó egyénről van szó, akit a felvételen lehetett látni, valamint a sértett felismerte a saját táskáját, rádiótelefonját, amit épp az elkövető magával vitt. Tudomásunk van több hasonló cselekményről, amit szintén hasonló módszerrel, emeletes házakban, hengerzátörés módszerével követnek el. Ebben kérnék a lakosság segítségét, hogy amennyiben a képen látható szemét fölismerik, értesítsenek bennünket az uránvárosi rendőrösön. Továbbá nyomozunk közintézményekben, főiskolákon, egyetemen és más intézményekben besorranásos módszerrel elkövetett lopásokban. Itt szintén rögzítésre került egy személy, aki jól láthatóan ott található táskákból, kabátokból összeszedett pénztárcákat, valamint igazolványokat, és azokkal távozott. Az uránvárosi rendőrőrs mindkét ügyben várja a lakosság segítségét vagy személyesen, vagy a 252-014-es telefonszámon. 10 éves jubileumot ült az Antikárt képkereskedés tegnap délután. Az ünnepélyes keretek között átadott új bemutató teremhez az alaksori helyiségben restaurátor műhely is társul.
10 évvel ezelőtt a kicsi, boltíves alaksorban kezdte meg működését az antikárt képkereskedés. 96 őszén kibővült a modern árt galériával, melyhez most a 10 éves jubileumon újabb bemutatóterem és a restaurátor műhely is társult. Czakó Ferenc szakmai irányításával műtárgy restaurátorok végzik itt értékmentő tevékenységüket. A galéria szint és a műhely szint el tud különülni mostantól kezdve, és lent egy restaurátor műhely fog működni, ami az értékmentés szolgálatába áll, és azt hiszem, hogy a két tevékenység olyan jól összeillik, hogy a elkövetkező években ez a két dolog együtt lesz itt arra érdemes műbarátoknak a kedvére. A legbüszkébb arra vagyok, hogy tulajdonképpen visszaállítottunk egy múlt század közepi házat olyanra, amilyen lehetett vagy lehetett volna annak idején. Tudnilik, ez egy csomó átépítés után szegényedett ez a ház, és most remélem ezzel az átépítéssel újra gazdagodott. A terület és a lehetőségek, a tér az most már mindenre ad le módot, úgyhogy feltehetően fogunk csinálni kiállításokat is. Síradónk végén néhány figyelemfelkeltő cím és írás a holnapi Dunántúli Napló tartalmából. Bányák nélkül is jár a szénpénz. Baranyában több tízezer nyugdíjas bányász vagy azok özvegye él. Számukra a központilag meghatározott szénjárandóságot a nyugdíjfolyósító idén már átutalta, mégsem kapta meg mindenki. Részletek a holnapi Dunántúli Naplóban. A komlói tévé marad a régiben. Rendeződhetett volna a Komló és térsége televízió és az önkormányzat közötti főleg pénzügyi kérdésekről szóló húzavona. A tévé azonban nem fogadta el a város által ajánlott együttműködési megállapodást, így a közeljövőben fejlesztés sem várható. Erről is a holnapi Dunántúli Naplóban olvashatnak. Kedves nézőink, Önök a Pécs TV híradójának keddi kiadását látták. Szerkesztőségünk új hírekkel, friss információkkal legközelebb holnap este 18 óra 40 perckor jelentkezik, amikor is várja Önöket a szerkesztőműsorvezető Józsa Márta. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra! Térségünket elhagyta az a frontrendszer, ami időjárásunk változékonyságát okozta. A front mögött egy szárazabb levegő áramlat éri el hazánkat, aminek köszönhetően a folyamatosan emelkedik a napsütéses órák száma. Éjszaka gyengén felhős lesz az égbolt, a légmozgás mérséklődik. Hajnalra 12-14 fokig süllyed a hőmérséklet. Holnap a mainál jóval naposabb időnk lesz, csapadékra csak a keleti ország részben kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a hőmérséklet csúcsértéke 22-25 fok között lesz. Az ANTS jelentése Pécsváros levegő minőségéről. A vizsgált légszennyező anyagok közül a talaj közeli ózon koncentrációja délutáni órákban a határérték közelében volt a város északi területein.